Juhász László válasz polgármester jelöltje családjával érkezett a vízivárosi óvodába a 18-as számú szavazókörzetbe. A politikus elmondta, büszke arra, hogy civil szervezetük továbbra is kitart a független lokálpatrióta szemlélet mellett, és erre biztatja a székesfehérváriakat is. A nevünkkel, meg a plakátjainkkal, amit hirdettünk, gyakorlatilag az teljes szellemiségünket leképezi. A legtöbb támadást is sokszor ezért kapjuk, sokszor még nem értik az emberek ezt a független szót, tehát a független tényleg azt jelentette, hogy mi mások befolyásától, anyagi és egyéb befolyástól mentesek vagyunk. Az egész kampányunkat saját erőből csináltuk meg, és senki nem befolyásolja az életünket. Mi úgy döntünk, ahogy szeretnénk. Az összes válaszos jelöltünk, tehát mind a 14 esetében igaz, hogy soha senki, egyikünk sem volt egyetlen egy pártnak sem a tagja még. És ezt rajtunk kívül egyetlen egy szervezet nem mondhatja magáról induló szervezet. Azt gondolom, ez a leghitelesebb. Sajnos az elmúlt napokban próbáltak minket lejáratni egy másik szervezet részéről, áloldalakon. Nevüket föl nem vállalva, mi tudjuk, kik állnak mögötte, nagyon sajnálom, hogy nekik ennyi az a politikai üzenetük. Én örülök annak, hogy magas a részvétel, ezt most már tudjuk, és arra is biztatok mindenkit Székesfehérváron, aki mi megteheti, hogy szavazzon, és minden egybe köszönöm is annak, aki élt a szavazati jogával, mindegy, hogy kire szavazott.